Újvárosban a Kodály tér melletti 10 emeletes házak között az utóbbi időben szinte alig találni üres parkolót. Ezt a gondot próbálja megorvosolni a körzet önkormányzati képviselője. Elég nagy gond, mert ugye itt a körzetem, itt azt mondhatjuk, hogy szinte egy ilyen 11 emeletes házban egy falunyi ember lakik, és ugye az a baj, hogy ez a körzet, ez viszonylag kis területen nagyon sűrűn belakott körzet, ezért igazából a lakóknak már nagyon régi kívánsága az, hogy ahol tudunk, még próbáljunk meg parkolókat bővíteni, ezért úgy döntöttünk, hogy idén néhány parkoló ott a Kodály óvoda oldalába el fog készülni, azok ki is lesznek kivitelezve. Itt pedig idén szintén most azért hívom le az embereket egy kis beszélgetésre, mert megkerestek azzal a igénnyel, hogy itt nem lehetne szintén még bővíteni ezen a környéken néhány új parkolót, és úgy néztük itt a tervezőkkel, hogy van rá lehetőség, itt az oldalába is, aztán hogyha itt tovább nézünk, akkor ott is lehet bővíteni még, és ahogy elkanyarodnak az autók, még ott is a fák között be lehet süllyeszteni parkolókat. A fák úgy néz ki, hogy nem fognak áldozatul esni, hanem a fák közé lesznek betéve ezek a parkolók. Ezek a házak annak idején, amikor épültek mondjuk 30-40 évvel vagy 50 évvel ezelőtt, akkor azért nem ehhez az autó mennyiséghez mérték ezeket a parkoló számokat, akkor még azért valamivel kevesebb autó volt itt. Azóta ugyanannyian laknak itt, de hát az autók száma az megduplázódott, megtriplázódott, ezért azt gondolom, hogy valamit kell tennünk, és ahova tudunk, oda még meg kell próbálnunk új parkolót létesíteni, új parkolókat. Most indítottuk el a tervezést, most fogja a tervező pontosan megtervezni, de szerintem, szerény becslésem szerint ide oldalra talán elférhet egy ilyen akár 8 parkoló, itt ha folytatjuk, szerintem ide még befér egy 3-4, és még ott oldalt is szerintem egy 6-8 elfér, tehát szerintem egy olyan 15-20 parkolót ide még lehet betenni a füves részbe. Aki lejött a lakossági fórumra, az egyetértett a parkoló bővítéssel. Kismolnár Gyulái volt az első autó a házban. Azt megbeszéltük, hogy nem lesz fa áldozata ennek a beruházásnak, és megértem az autósokat, nem tudják hol tenni az autójukat, itt egymás hegyén hátán állnak. Ezzel mondjuk nem lesz megoldva a parkolási gond, de valamit enyhít a gondokon. Amikor átadták a házat, azóta itt lakom, olyannyira, hogy a kulcsot én kértem el, és velem együtt két lakó lakott ebben a lépcsőházban, 101-be, és hát, hogy kinézett az ember az ablakon, egy Trabantot látta, az saját autóval láttam, és most hegyi hátán állnak az autók.